Műsorunk támogatói: Ebel tervezőiroda, Smart Me Building Technologies Kft., Termoépkép Kft. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Foci és Sport című műsorunkat látják. Ma az asztali teniszé lesz a főszerep. Április 6-án volt évfordulója annak, hogy 50 évvel ezelőtt Jónyer István és Klampár Tibor megnyerte a nadzsongi világbajnokságot férfi páros asztali teniszben. Fantasztikus eredmény volt, erre emlékeztek most a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesületben, erről láthatnak egy összefoglalót. De maradjunk az asztali tenisznél, hiszen április 30-án egy másik évfordulóra is sor kerül, amikor már a Gergely Gáborral kiegészült trió, tehát Jónyer Gergely Klampár trió megnyerte a férfi csapat világbajnokságot Fennyánban. Ez 42 évvel ezelőtt történt, 1979. április 30-án. Két évvel ezelőtt volt már egy ünnepség a Városháza dísztermében, arról is készítettünk akkor egy összefoglalót, ezt is láthatják ma. És Németh Miklós, a kiváló labdarúgó, a Ferencváros csatára, az elmúlt héten ünnepelte születésnapját, a 75-et, illetve egyszerre volt a születésnap és az évforduló, amit a asztali teniszezős fiúkkal csináltak. Nos, szóval Németh Miklós a vendégünk volt az elmúlt héten, és a vele készült beszélgetésnek a vége nem kerülhetett adásba, mert annyira elhúzódott a beszélgetés, de olyan jó történetek kerültek el, hogy úgy gondoltuk, hogy nem fosztjuk meg a nézőket ezektől a sztoriktól. Ezt láthatják adásunknak a második harmadában. Tartsanak velünk, és kellemes időtöltést kívánok! Ötven évvel ezelőtt, 1971. április 6-án a 20 éves Jónyer István és a már majdnem 18 éves Klampár Tibor a férfi páros mezőnyben aranyérmes lett az asztali tenisz világbajnokságon. Szigorú járványügyi szabályok betartásával, de megünnepelték a sporttörténelmi eseményt a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesületben. Takács Tibor meghatódva köszöntötte a világbajnokokat. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki elfogadta ebből a fantasztikus alkalomból a meghívásunkat. Örülünk, hogy együtt vagyunk, és sajnáljuk, hogy csak ennyien lehetünk, mert biztos, hogy erre nagyon nagy érdeklődés lett volna a fél évszázados eseményre. Természetesen az is valami, hogy ennyien megjelentünk, és majd egyszer, ha nem is abban az időpontban, amikor történt, akkor többen lehetünk, de minden esetre az, hogy ez a időpont az, amikor emlékezhetünk arra, ami történt, azokkal a résztvevőkkel, akik mindezt előidézték, ha mondhatom úgy, és hát itt elsősorban ugye Jónyer István és Klampár Tibor ennek a mainak a főszereplője, és hát üdvözöllek Gabi, Gergely Gábor is eljött, ő is veletek volt más alkalommal a csúcson. De az majd egy másik kávéház lesz. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, üdvözlöm dr. Lomnici Zoltán urat, abban a tekintetben, hogy az Emberi Méltóság Tanácsának az elnöke, és ő az, aki ugye kitüntette Jógyer Istvánt, amin gyakorlatilag én is ott voltam. Nagy szeretettel köszöntjük, és elsőként neki adom át a szót, hogy mondjon egy pár méltatást, meg ami tényleg a szívéből jött, de még előtte azért azt szeretném, hogy akik itt vannak, egy pillanatra egy más hajóra szállnánk át egy percre, és mégpedig az idő alatt még előtte hívtuk meg a társaságot, közben azonban itt hagyott bennünket sajnálatosan Kubatov Márk, és hát Márk bácsira emlékezzünk, aki a Fradi Baráti Körnek és a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesületnek is tagja volt, és mi több, ő kérte, hogy a boxban utólag az ő rendezésében szereljünk föl egy együtt
együvé tartozó táblát. A jubileumi összejövetelen dr. Lomnici Zoltán, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke 2 éve adta át Jónyer Istvánnak az Emberi Méltóság díjat. Beszédében kiemelte, a nemzeti önbecsülés része az emlékezés, és ez még akkor sem szorulhat háttérbe, ha olyan súlyos járvánnyal kell küzdeni, mint a koronavírus. Én azt gondolom, hogy ebben az embert próbáló időben, amikor nagyon sokan az életükért küzdenek a kórházban, több mint 20 000 halottunk van. Mégis fontos, hogy ezt a kerek évfordulót megünnepeljük. Éppen azért, amit Tibor barátom is mondott, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy lehetővé tetted, hogy részese legyek ennek a nagyszerű eseménynek. Tehát, hogy mutassuk meg, hogy ebben az emberpróbáló időben is azokra, akik megérdemlik, akik a hazáért, a magyar nemzetért, Magyarország elismertségért sokat tettek, megünnepeljük. Én azt hiszem, hogy egy ország megítélése szempontjából nagyon nagy jelentősége van, hogy miként bánik azokkal, s főleg azokkal a nagyjaival, akik komoly eredményeket mutattak fel, akik ma már nem szerepelhetnek életkoruknál fogva versenyeken, de közöttünk vannak, vagy éppen, ahogy Tibor barátom most az emlékezőjében beszélt egy kiváló sportemberről, már nincsenek az élők sorában. Ez tehát a nemzeti önbecsülésünkhöz is, itt most ebben senki politikát ne érezzen ebbe a mondatban, mert nem annak szánom, de igenis az itt élő embereknek, a népnek, nemzetnek, kinek, hogy tetszik, kell legyen önbecsülése, és ennek az önbecsülésnek feltétlenül része az, hogy emlékezzünk, hogy legyen emlékezett kultúra, és ahogy a tudományban, a művészetben is megteszik, a sportban is adjuk meg azt a tiszteletet az arra érdemeseknek, amit az életművükkel hozzátettek a nemzet sporttörténetéhez. Nem elsősorban azokról, és nem csak azokról van szó, akiket most köszöntünk, ünnepelünk, akiknek a nagyszerű cselekedeteire emlékezünk, és ezt nyilván most a hozzászólásomat követően hallhatjuk is, felidézik. Tehát nem csak ő miattuk, hanem saját önbecsülésünk, saját emberi méltóságunk miatt is meg kell tennünk. Én azt szeretném, hogyha a sport azt a helyet töltené be Magyarország életébe, ami valójában jár a sportnak, hiszen a Nobel-díjasaink és kiváló művészeink, Bartók Béla, Liszt Ferenc mellett olyan kiválóságaink vannak, mint az itt jelenlévő világbajnokok, sportlegendák, és ha már az aranycsapatot is szegről végről képviselhetem, ugye Puskás Ferenc az aranycsapat, hogy más sportágokra az öttusa, vízilabda, és hosszan-hosszan folytathatnánk a sort. Igenis az ő akarásuk, emberfeletti küzdelmük, hiszen aki valaha sportolt, én 16 évig voltam igazolt versenyző minden nem eredmény nélkül, tudom, hogy mit kell ahhoz tenni, a tehetségen túl, szorgalomban, sokszor önfeláldozásban, hiszen a rossz, amikor a holtponton egy sportoló átlendül, nekem ezzel voltak időnként problémáim, de ezek a kiválóságok tudják azt, hogy mikor már 8 órája játszottak, és érezték, hogy ahhoz, hogy tovább lépjenek, még kell, és a vacsora után is visszamenni játszani, erről Pista barátom nagyon sokat mesélt. Tehát igenis ezeket a teljesítményeket ugyanúgy értékeljük, mint a tudományban, a művészetben, és a legnagyobbak között tartsuk számon az élsportolóinkat, akik az elmúlt évszázadban és a most folyó évszázadban a nemzet dicsőségére és mindannyiunk emberségére mindent megtettek. Az asztali tenisz magyar csillagai 2019-ben vehették át a Magyar Sportújságírók Szövetsége és a MOB életműdíját. Az elmúlt évtizedekben rengeteg bemutatót tartottak, s most is örömmel játszottak a számukra oda készített pingpongasztalon. Bármit hozott a sors, bármi történt velünk és a szomszédainkkal és akárkivel, de itt, azon a napon,
amikor megtörtént a nagy diadal, azon a napon így együtt lehettek, együtt lehetünk, aki el tudott jönni. Ez igazán egy nagyon jó érzés, és szinte mondhatnám azt, hogy elérzékenyül az ember tőle, hogy milyen fantasztikus élmény volt, és milyen dicsőséget hoztatok a magyar nemzetnek, meg a sportnak. Erről beszélt utána egész ország, sőt, mi több mondhatnám azt, hogy a világ, mert hiszen világbajnokság volt, és annak ellenére, hogy a nem magyarok is nézték, vagy amellett, nem is annak ellenére, hanem amellett, nem magyarok is hallgatták, nézték, hogy mi történik, a legnagyobb elismeréssel adóztak azután, ami történt, és hogy milyen csodálatos fegyvertényt sikerült végrehajtani. Én magam részéről is végig izgultam versenyeket, mind az idáig, amíg a döntőbe kerültetek, utána még jobban, és hát az volt egy fantasztikum, hogy mégis sikerült, amit kellett megtenni nektek. És nagyon szép, azt hiszem, hogy egy életre szóló mű, és egy fél évszázad telt el azóta, ami nem semmi. Mert sokan azt mondják, hogy igen, hát most történt, majd történni fog. Ezt nem biztos, hogy a jövőben meg fogják tudni ismételni. Csodálatos, amit tettetek azért, küzdöttetek, és azokat a látványos megmozdulásokat, amit lehetett látni, azt a mai napig nem felejtjük el. És mi több, ha valaki a neveteket kiejti, akkor abban a pillanatban már tudják, fújják, tehát ezeket a neveket mindenki ismeri. Ezért szeretnék nektek gratulálni. Nagoyában itt tulajdonképpen Jónyer István és Klampár Tibor voltak azok, akik végül is az aranyérmet megszerezték, de ebben a csapatban, nem ebben a páros döntőben, de a csapatban többször veletek együtt volt, sőt, mi több, még közösen párosban is nyertetek Gergely Gáborral, akit szintén szeretettel üdvözlünk itt, és még ne felejtsük el, hogy csapatban, amikor ti hárman megszereztétek azt a csodálatos győzelmet ugye a kínaiak ellen, hát amit lehet, mindent megünneplünk, de ma ennek az évfordulója van. Na most Nagy Tímea jelen pillanatban, aki az elnöke a Halhatatlan Sportolók Egyesületének, és Kárpáti György doktor halála után vette át ezt a pozíciót, illetve választották meg, és most Jónyer István is tagja ennek az egyesületnek. Ebben a könyvben még nem szerepel, de a frissítésben már rajta lesz. Ebben benne vannak azok, akik voltak, de már nincsenek köztünk, benne vannak azok, akik vannak, de nincsenek benn azok, akik a könyv megjelenése óta kerültek megválasztásra. Egyelőre ez van, ők nagy szeretettel üdvözölnek, és hát a következő könyvben te is benne leszel. Isten bizony készültem, sőt papírra is vetettem néhány gondolatot, de hát ebben a korban már mindenki megbocsátja az, hogy feledékeny az ember, bent hagytam a szerkesztőségbe. De mivel én írtam, talán eszembe jut valami. Szóval Pisti és Tibi. Előttem Lomnici Zoltán azt mondta, hogy sokszor volt olyan helyzetben, hogy kútba volt és dönteni kellett, ha tovább lépésre. Ti vagytok a főszereplők, de engem elég közelről érint az, hogy 71 előtt én Koreában kint voltam a magyar válogatottal novemberben, és ott elég jól játszottam, egészen sokáig jutottam. Bercik Zoli mégsem, Bercik Zoltán mégsem idézőjel mert betenni az utazó csapatba ötödiknek, hanem itthon hagyott, mert azt mondta, hogy
hát két ilyen süldő, mint a Klampár és a Gergely egyszerre ne utazzon az Operenciás tengeren túlra, hát mit fognak szólni a nagyok. Később aztán sok-sok évvel később az Oli azt mondta, hogy ha netalántán mégis megmeri húzni azt, hogy valahogy egy táskába kicsempész, akkor lehet, hogy egyet hozzá tudok tenni a csapathoz, és akkor a Tibike is mondta, hogy akkor lehet, hogy nem Fenyánban, és nem korábban Kalkuttában, hanem már Nagoyában aranyérmet nyerhettünk volna. Ennyi, na, hogy a Lomnici úrra is reflektáljak, tehát akkor én azt gondoltam, hogy mi a francnak csinálom tovább. Nem tudok bekerülni a csapatba, abszolút fölösleges. Miért nem maradtam futballista? A lényeg, hogy akkor válaszút elé kerültem, de mondhatom azt, hogy saját hajamnál fogva kihúztam magam onnan, ahonnan kellett, és ez az kellett, hogy ti megnyerjétek a páros Nagoyában, ami számomra egy hihetetlen dolog volt, mert azt tudni kell, hogy 1953-ban nyert utoljára a világbajnokságot magyar asztali teniszöző, Bombayban Sidó Feri bácsi, ő volt egyéni világbajnok. Ha jól tudom, akkor a csapatot is ott megnyerték. Tehát azért 53-tól 71-ig nagyon-nagyon sok idő eltelt, és arra jól emlékszem, hogy volt egy mély gödörben a magyar asztali tenisz válogatott akkor, és ti voltatok azok, akik elindultak fölfelé, és följutottak a Himalája legtetejére. És ezt köszönöm nektek, mert ez erőt adott nekem a folytatáshoz. Aztán, hogy mellettetek pallérozódhattam, rajtatok valamennyire megtanultam pingpongozni, ezt is köszönöm nektek. Aztán, hogy ti mit köszöntök nekem, azt majd jövőre megmondjátok, ez egy dolog, nem érdekes. Szóval nagyon szépen köszönöm azt nektek, hogy Nagoyában nyertetek. Köszönöm a pingpong társadalom nevében, hogy Nagoyában nyertetek. És köszönöm azt, hogy a barátaim lehettek. Ennyi. Hogy visszatérünk erre az 50 évre, hát nagyon nehéz volt ezt elérni, megküzdöttünk érte, de hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Tibit mellém küldte a Jóisten, mert vele azért vertük a világot. Azt hiszem, hogy talán kevés aranyunk is van. Már azért is, mert a Tibit jó párszor eltiltották, de hát az élet így hozta, már nem lehet visszacsinálni, de ez az 50 évvel ezelőtti, ez olyan győzelem volt, hogy megvertünk 3 japán párt és 3 kínait. És sajnos egy szettet vesztettünk a végén, azt is 19-re a falon meg lehet nézni, és ez olyan győzelem volt, hogy akkor mi se számítottunk rá. Igaz, hogy már voltak előjelek, mert 70-ben már megvertük Svédországba a kínaiakat, akkor Japánba 5-4-re kaptunk ki a kínaiaktól, és akkor már ott éreztük, hogy itt hoppá, itt van keresnivalónk. Mi szerettünk ázsiaiak ellen játszani, mert már akkor játszottuk a fonák pörgetést, ami ellenük nagyon jól bejött, és úgy gondoltuk, hogy akkor az a párosban is biztos, hogy van sanszunk. Sőt, a Tibinek egyénibe is akkor nagyon nagy sansza volt. Sajnos nem jutott el odáig, de mi akkor még nagyon fiatalon boltogattuk a szárnyainkat. Talán nem érettünk meg annyira egy világbajnoki győzelembe, de tényleg, ahogy a Gabi is mondta, ott a Gabi, nyerhettünk volna párost, csapatot és egyénit. Már Tibire gondolok, hogy ő jutott volna el a győzelemig. Tehát ez 18 és 21 évesen, azt hiszem, ez egy fantasztikus eredménynek számított abba az időbe. Hát ezzel elindítottuk Magyarországon tulajdonképpen az asztali teniszt, mert abba az időben, amikor megnyertük, utána az egyesületekben nem kellett lasszóval fogni a gyerekeket, hanem ki volt írva, telt ház, hogy már többet nem tudunk fogadni, mivel mi nyertük a világbajnokságot, hát így gondolták sok gyerek, hogy milyen jó kis sport ez az asztali tenisz. Hát én fiatalabb koromban már ezt többször hangsúlyoztam, mindig focista szerettem volna lenni, csak aztán mindig kisebb lett a labda, aztán a végül Peckhamre ez a labda került a kezembe,
Ennek egy baja volt csak, hogy reggeltől estig kellett edzeni, hajnaltól éjfélig, sőt, tatán orvézésig, amit hát igazából a fizikálisan eljutottunk oda, hogy mindhárman nagyon jól bírtuk a versenyeket. Abban az időben nem úgy működött, mint most, hogy tart egy verseny 3 napig, és abban az idő, a mi időnkben viszont tartott egy világbajnokság 2 hétig, sőt, olykor előtte kimentünk 1 hétig, tehát elég szépen karanténban voltunk, mondjuk Japánba, vagy Kínába, vagy Észak-Koreába 3 hétig, amit hát azért fejbe is kellett bírni, hogy hozzászokjunk az ott léthez. Hát az ételekről, meg a többiről nem is, a szállásokról nem is beszélek, mert az eléggé hát lealacsonyító volt a számunkra, úgyhogy halízű csirkét ettünk, meg főztük a teánkat, úgyhogy végül is ilyen. De hogy visszatérjek erre az 50 évre, megküzdöttünk érte, de megérte, és nem gondoltam volna, hogy ma itt leszünk. Mivel itt a házigazda, ez a Takács Tibor úr, itt a Nagy Béla hagyományőrzőbe, és hát nekem van egy emlékem még, amikor a Pelével nem fociztam, hanem pingpongoztam, és hát ebből az alkalomból van egy fotóm, nem az igazi, ezt szeretném átadni a hagyományőrzőnek, hogy... Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen, őrizni fogjuk, és tényleg hát ez is egy olyan erekje, amiről azért sokan fognak beszélni. Úgyhogy kitesszük, megmutatjuk, ki fogjuk tenni méltó helyre. Bercik Zoltán 1970-ben jött edzőnek, és akkor láttunk szerintem a Pistával először nemzetközi Svédországban kínaiakat, világbajnokokat, szanszettunk, lifolyunk. Mit adott Isten, összekerültünk velük DC-be, sikerült megverni őket 3-2-re, ő nyert egyet a Pista, meg én, meg a páros nyilván, és hát utána egyből szinte le is cserélték 71-be a csapatot, jöttek fiatalok, minden, de még azért volt közöttük, mert ezek nagyon tudtak pingpongozni. Igazán én a magam nevében azt mondom, nagyon korán befutottam, tehát serdülőbe, ifibe hoztam az eredményeket, mindig felnőttben már 16 évesen nyertem nemzetközi, 17 évesen voltam. Visszatérve még arra, hogy amikor jött Kalkutta, sajnos engem, hát én voltam a csapat, mindig fekete báránya, velem voltak a problémák. Összevéve, összeszámoltuk, 4,5 évet voltam eltiltva. Az idő alatt nyertünk volna egy pár VB-t, mondjuk itt a vezetők voltak a hibásak, hogy maguk ellen dolgoztak, mert a Pista nem 4-szeres világbajnok, én nem 2-szeres, se a Gabi, legalább 4-5-szörösök, ő meg 6-7-szeres világbajnok. Hát még a régi rendszer más volt, ott káronkodtam egyet, eltiltottak 1/2 évre. Tehát ilyenek voltak. Akkor szerencsénk volt Gabival kapcsolatban, Gergely Gabival, hogy 75-ben tényleg már úgy megtanult pingpongozni, hogy nem is mondom most butaság, mert egyszer ez játszott jobban, egyszer. Igazán én csapatban mindig nagyon hoztam magam, de ő aztán teljesen beépült. Volt, hogy ő volt az első ember, én a második, Pista a harmadik, itt cserégettük egymást. Még a könyvben, amit írtak rólam, még oda is írtam neki ilyen találóan, mert ilyenek beugranak, hogy Isten küldött téged, Gábor, hogy, mert életben nem nyertünk volna csapatot, mert már 71-ben nyerhettünk volna csapatot. Mindig 5-4-re kaptunk ki, a 2. harmadik, a Tímár felé, Beleznai Matyi, soha nem nyertek egy meccset se a csapaton. Hát mindegy, a VB-n én meg, ahogy a Pista mondta, én nagy sanszom volt, 4x8 között voltam egyénibe, hogy mindig leengedtem szerintem, mert előtte jöttek az eredmények, és én úgy elolvadtam, úgy ment Szöulba olimpián, bejutottam 4-be,
Hát nem mondta senki, hogy öreg, ja, kikaptam elődöntőbe, játszottam harmadik, negyedik helyért, nem tudtam, hogy le kell játszani. És nem mondta volna a Pignicki, hogy öreg, csipkedd magad, mert a negyedik ember nem kap életi áradékot. És ha Pista, ja, hát persze megint volt balhé 79-ben, nem, 77-ben harmadikok lettünk, Birminghamben, Angliában, és a Hámori Tibi újságíró, hát biztos híres ember, írta, hogy pingpong helyett King Kong. Azért, mert elvittem a King Kong, én mentem volna el, és mondom a Pista Gerőnek, jöttök a King Kongra, az a majomfilm. Persze, lekéstük az eredményhirdetést, egyből nagy botrány lett, leégtünk, mert harmadikok lettünk csapaton, az már nekünk égés volt akkor, és bár most lenne egy 8 között lennénk a VB-n, vagy a mit tudom, ilyen A csoportban. És erre 79-ben persze megint megtörtént a baleset, a Tatán, kimentünk a Takáccsal éjjel egy csajjal, meg még egy csúlyemelő elkap, Berci kirúgott, megint úgy volt, hogy én nem utazok, és a Pista, Gergely, Gabi könyörögtek vissza a Buda István államt, vagy miniszternél, sportminiszternél, az megmondta viccből, akkor engedem a Tibit, állítólag ez is lehet, hogy már aláírjátok, hogy megnyeritek a csapatot. És erre megnyertük a csapatot, minden, engem megbüntettek 10 000 forintra, mondom, akkor remélem azt is visszakapom. Tehát azért, mert utána most nem azért, az aranyér is olyan pénzt kaptunk, hogy nem merem kimondani. Addig nem lettem volna ennyi tehetétve, mondom, szerintem nagyon sok EBVB-t nyertünk volna, de hát a élet kiszámíthatatlan. Ez történt tehát április 6-án a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesületben. Azonban van nekünk egy másik felvételünk is, hogy a beköszönésben mondtam, április 30-án is volt egy évforduló. Én már 2 éve annak, hogy a Városháza dísztervéve hatalmas ünnepség volt, rengeteg vendéggel. Akkor köszöntöttük azt a triót, a Jónyer Klampár Gergely triót, kiegészülve a csapat többi tagjával, akik megnyerték Fennyánban a világbajnokságot. Hihetetlen sporttörténelmi siker volt, és nagyon boldogok lennénk, ha most is sor kerülhetne rá. Most tekintsünk be az akkor készült felvételbe. Egy tény, és ezt őszintén mondom, hogy az ilyen kiugró tehetségeket és világklasszisokat én mindig szeretetteljes és tiszteleteljes, a szó legjobb értelmében vett irigységgel néztem, ha ezt mindenki úgy értelmezi, ahogy én szeretném, hogy értelmezze. 1971 Nagoya, Jónyer Klampár, nem kell mondjam. 75 Kalkutta, Jónyer Pista igazi csúcs teljesítménye, egyéni világbajnoki cím, és Gergely Gabival a páros. Majd jön 79 Fennyán, ahol világra szóló csapat győzelmet aratott az 5 klasszis versenyzőnk, a Jónyer Klampár Gergely trió, kiegészítve Kreisz Tiborral, aki 4 meccséből mind a 4-et megnyerte, ha jól tudom, és Takács Jánossal, aki szintén mind a 2 mérkőzését megnyerte. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa és az Aranycsapat Emlékév Testület elnöke azt mondta, hogy ez a győzelem sosem évül el, és örökké szerepelni fog a dicsőséglistán. A legfelsőbb bíróság korábbi első embere szerint Jónyerék sikerének titka az elszántságban és az akaratban rejlett. Amit ők véghez vittek, az példamutatás a fiataloknak, hogy érdemes küzdeni, mert csak így lehet hírt szerezni a világban, fogalmazott Lomnici, majd egy ajándékkosárral lepte meg a kedden 66. születésnapját is ünneplő Klampár Tibort. Bajkai István országgyűlési képviselő, az Aranycsapat Emlékév Testület alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Gergelyék 40 éve úgy lettek világbajnokok, hogy 2-szer is legyőzték Kínát.
Klampár pedig 6 ázsiait vert meg a küzdelmek során. Méltán lehetünk büszkék ezekre a fiúkra, mert a legelőkelőbb helyre emelték Magyarországot, jelentette ki Vajkai, majd a himnusz is felcsendült Vitai András előadásában. Ma ünnepeltük azt, hogy az Asztali Tanesszalin csapatunk 1979. április 30-án lett világbajnok. Egy európai csapat lett, magyar csapat lett világbajnok, és az azóta sem tudta megismételni senkit Európából. A magyar aranycsapat, az Asztali Tanesszalin csapat akkor 2 alkalommal is legyőzte Kínát, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a világra szóló eredményt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ezek a sportemberek világra szóló tehetségek voltak, de ugyanakkor magyarságból, hazaszeretetből, sportszeretetből, alázatból, hitből és győzni akarásból, munkából példát mutatnak mindannyiunknak, és a mai generációnak és a jövő generációnak is örök példaképai. Ez a sport, ez igazából a labdarúgással kezdtem, majd kosárlabda, és véletlenül erre a kis labdára jutott időm és tehetségem. Hát fantasztikus volt, pláne ilyen társakkal, mint akik itt mellettem voltak az előbb a Klampár, a Gergely, a Krejsz, a Takács. Mi egy fantasztikus ötöst alkottunk. Ha úgy mondom, ezen a világbajnokságon, amit ma 40 éve ünneplünk, azon szerintem, ha egy hétig játszunk a kínaiak ellen, akkor is mi nyerünk. Hát ez valahol az aszteten sport ünnepe volt. Sajnos azóta nincsenek ilyen eredmények, de várjuk, hogy minél jobb legyen a magyar asztetenisz. Jónyer Pista, öreg Jónyer Pista, 3 díj. Ki az ördög hitte volna, ki merte volna ezt hinni? Idős otthonokba járok egy kicsit népszerűsíteni az asztali teniszt, hogy az idősebbek is szokják a sok játékot, és ne adják föl, maradjanak örökké fiatalok. Mit üzensz a jövő nemzedékének, aki esetleg ezt a sportágat választaná? Hát jót nem tudok nekik ígérni, mert ez egy olyan sportág, ami szerintem a sportág között az egyik legnehezebb. Itt a napi 7-8-9 órát is bele kell kalkulálni az edzésekbe. Abszolút monoton, de azért mégis játékos. Az asztali teniszbe bele kell tenni 8-9 órát, és fantasztikus odaadás. Anélkül itt nem lehet eredményt elérni. Mint ahogy adásunk elején említettem, Németh Miklós, a Ferencváros kiváló labdarúgója, április 6-án volt 75 éves. Itt a stúdióban köszöntöttük nagy szeretettel, és rengeteg jó történetet hallottunk róla. Ami kimaradt az elmúlt heti adásból, az fog most következni. Tartsanak most is velünk! Tudod, marra érdekes volt, mert a Júci Pista, az ember, igen? Tudod, olyan csavaros eszű, egy ilyen elég keserű, mindenkit krizál, de hát olyan volt, mint a testvérünk, dr. Jóás István, igen, a játékos társunk. És azt mondja nekem, hogy Miki, nem értelek, mert ő az egyetlen, aki megkérdezte ezt, nem értelek, azt mondja, én emlékszem, amikor visszagondolok erre a ifi korunkra, hogy amikor oda kerültél, tehát voltam 16 éves, amikor a Géci miatt, Géci megdumáltad. Így van, igen. Tatán edzőtáborban ott tartottak minket, mert akkor volt ilyen országos válogatás, és a kicsik mindig kiestek a rostán, úgy értem, akiknek nem ment a játék annyira. Hát én egy pillanatig nem féltem, hogy kiesek a rostán, hiszen mi közöttünk, tehát mi minden nap ilyen szállítómunkásokkal játszottunk. Nekimentünk, és nem bántottak minket, nem ütöttek meg, vagy ilyesmi, de a szállítókba játszott NB1B-be, szóval ugyanúgy elvárta, tehát megcsináltuk a cselt, meg mind a lényeg. 58 kiló voltam, 1,80, ugyanilyen magas, 1,86 és 58, szinte hihetetlen. És kérlek szépen, egyetem értek, mondja Juci, amikor ide kerültél, mert tényleg így volt, olyan gyors voltál. Na most képzeld, a következő történt,
hallottam, milyen az élet, mert mit tudom én, valamiért lejöttünk, és zuhanyoztunk a fürdőszobába, és a Mészáros Dodó bácsi, igen, meg a Csanári Feri bácsi, az a IFI-nek volt akkor edzője, nem a Mészáros, hanem a Juhász doktor, azt mondja, beszélnek, te figyelj, ez ügyes gyerek lenne, csak milyen vékony, lehet ott a Angyalföldön nem kap ennivalót. Be kéne vinni a sportkórházba, Juhász doktor, az volt a főorvos. Igen. És jó megerősíteni. És azt hiszem, ott szúrták el tulajdonképpen az életemet, biztos, mondom. Ilyen, tudod, ilyen kondícióra, benn van egy hónapig, kezdődik a bajnokság, akkor, tehát ilyen vékony voltam, bevittek, kaptam injekciót, lefektettek, reggeli, ott ült a nővérke, na még ezt mi kike megesszük. Mondom, mi a... Szóval rögtünk, hát zikáltuk egymást, utána délelőtt nem voltam a tornateremben, súzókat nyomni, így csinálni, volt egy tanár, egy barokk főorvos úr, és szemmel láthatóan, ott voltam 6 hétig, olyan lettem, mint egy terminátor. De nem viccelek, ahhoz a ifistákhoz képest 16, tehát oda kerültem 16, és lettem 16 és fél, és olyan voltam, olyan lettem, mint egy tank. És mi lett a beszeneved? Combi. Úgy hívtam, hogy combi, hát olyan volt a két combi, hogy a barátság kőolaj vezeték, ilyen bíjegyű. És most láttam épp egy fényképet, ott épp a Népsport, vagy a Képesport cím oldalán vagyok. Hát tényleg nagyon combos voltam. És erre azt mondták utána, hogy meg lassú. Hát azért nem mindegy. 18 kilót raktak rám. Azért más cipelni 18 kilóval, mert nem értettem utána, azért biztos úgy látták, semmi ismerősöm, semmi protekcióm a világon, senki semmit nem. Egyetlen egy dolgot tudtam. Az, hogy mi olyan játékosokkal játszottam, az ő érdemük, mert tényleg, hogy ott voltam, amikor gólt kellett rúgni, és berúgtam sok meccset. A másik nagy bajom az volt ilyenben, hogy nem volt csere. Képzeljétek el, hogy milyen? Hogy eltett sok év úgy, hogy nem volt csere. Most, hogyha van csere, akkor van, mit tudom én, 150 NB1-es meccse többen, és 100 góllal biztos többen. Mert azt mondja, jó, haverom, Szöszi Pista, menjetek már. Miki, 3 meccsen becserélték, ugyanennyi gólt lőtt, ugye 5-5 vagy 6-ot, 3 meccs alatt, szóval egyszerűen a következő kép, mikor jöttem én rá, én se tudtam, hogy ennyire kiszúrtak velem. Sportkorátba bevittek vizsgálatra minket. Mondták, hogy kell futni egy futópadon, megmérik a reakciónk, a gyorságunk, minden túlról. Azt mondja egy doki, mindenki ismert minket, nem úgy, mint mostanában, hogy a gyereke csak a számítógépet, meg az orvosok, hanem mindenki, tudták, hogy ki vagyunk, hát a Fradi az tényleg egy kiemelt jó csapat volt így. Azt mondja, Miki, ragd rá a kezed erre a gombra, és ha kigyullad a fény, nyom meg, légy szíves. Jó, kigyulladt a fény, megnyomtam. Azt mondja egyszer csak második nyomásnál, hogyha Józsi, gyere be, légy szíves. Józsi bejön. Látom, fehér köppeny. Oda néz. Miki, nyom meg. Heten álltak ott a végén. Hét doktor. Péter, gyere be, légy szíves. Azt mondták, hogy olyan gyorsan. Tehát tulajdonképpen én azért rúgtam olyan gólt, mert a reakció gyorságom annyira gyors volt, hogy, de én emlékeztem is magamra, hogy a meccs közben úgy voltam, hogy ding-dang, oda jött a labda. Tehát tulajdonképpen ki lehet számítani, hogy a túróba egyszer a Karcsi bácsi tartott egy ilyen beszédet, mondja, hogy nem baj, iskolába menjél, mert minél tanultabb az ember, minél okosabb, annál több okos futballistával jobb csapatot lehet csinálni. Annál jobban lehet keverni a kártyákat. Tehát tulajdonképpen mondom, és utána nem vitatkoztam én, mert tudtam, hogy hova fog pattanni jóformán a labda. És a Juci egyetlen, ő vette észre ezt, hogy mondom neki, azért nem volt mindegy, gondold végig, hogy 6 hét múlva egyszer csak 18 kilóval erősebb vagyok. Hát mire futottam, ősök tere kellett, mire megfordultam, csak képletesen mondom, aztán belejön az ember, erősebb lesz, meg másképp lesz, másképpen tudok harcolni magamért, meg minden. De és micsoda lövőerőd volt. Akkor hát az nagyon valami hihetetlen. Hát megmondom, nekem az, főleg amikor nekem egyetlen egy, a legnagyobb élményem az, hát azt mindig elmondom, azt nektek is meséltem, vagy nem,
hogy amikor hozzá kell tennem, hogy nekem ez fájdalmam is volt, mert végül is kit választanak meg edzőnek egy NB1-be, olyat, aki az IFI-be bajnok lett a tartalékban, ez meg a Csanádi volt. Nem volt nehéz neki, mert ilyen játékosai voltak, hogy Macsek, Lukács, Molnár, Csomó, tudod, Rátkai, Szőszi, Juci, én, olyanok, mindig 3-4-5 góllal nyertünk. Mindig rúgtam 2-3 gólt, mindig, örökké. Tehát 45, nagyon sok gólt lőttem. IFI-be kétszer is nyertünk bajnokságot, tartalékba is, és egyszer csak honolám, ő lettem a csapat edzője. Egyszer csak mondják, hogy megyünk Görögországba, Spanyolországba, játszunk a Panathinaikosz ellen, a Puskás ott volt edző. Nem meséltem ezt el? Nem. Hát a tévének nem. Képzeld el, hogy... Mármint a nézőknek, hogy bocsánat. Ott volt a Puskás edző, és előtte egy hónappal ők játszottak a Wembley stadionban az Ajax-szal 1971-ben, az Ajax-szal a BL győzelemért, és 1-0-ra kaptak ki. Nagyon-nagyon-nagyon jó csapatuk volt. Előtte megverték ugyanígy a Cenavezdát, szóval egy olyan nagyon jó csapatuk igen. volt. Jó edzőik volt. Stabil csapat volt. És képzeld el, hogy menjünk fel a klubba, utolsó edzés, és holnap utazunk. Menjünk fel a klubba, fölmegyünk a klubba, és elmondják, hogy kik az utazók. Hát, ha valamikor, most tényleg nyugodt lehettem, ez volt az első túrája, azt hiszem, tehát a nyár pihenő után volt az első ilyen nyári tornánk, egy nyári tornán, Elcsébe, ez azt hiszem úgy hívják 50 ezer pálmák városa, Barcelona mellett egy olyan 100 km. Hát ott van a repülőtér is egyébként. Ja, hát és képzeld el, nagyon szépen, és képzeld el, hogy a következő történt, hogy nem értettem, nem vagyok benne az utazócsapatban. Akkor egy kicsikét olyan érzésem volt, hogy mint hogyha a fater otthon felejtett volna. Érted, mire gondolok? Egy olyan ember, aki úgy éreztem, megtettem mindent, meg nyugodt szívvel mondhatom, hogy a 3-4-5 legjobb játékosak voltam, meg nyugodt szívvel mondhatom, hogy rajtam keresztül is került NB1-höz, mert annyi gólt lőttem, annyi győztes gólt, meg szóval bántott, de igen. Mit szépítsen, megyek haza, anyukám, mi van? Na, látom, öcsike. Este jön egy postás, egy motoros. Távirat odaadja. Egy ilyen nagyon hosszú beszéd rajta, hogy gyereki reggel 9-kor a pályára, jössz a csapat a Spanyolországba. Miért mondom ezt? Kimegyünk, másnap ilyen sajtótájékoztató, ott van a Puskás öcsi, élőbe. Az a Puskás öcsi, hát nem láttam soha. Filmen se láttam, csak ilyen, tudod, ilyen ismétlésben, amikor rúgott 4 gólt a Frankfurtnak, meg ilyesmi. Hát mindenki körülvette, Kubala, meg a mieink, hát tudod, mindenki ismerte, a felistákot is ismerte. Ott mondom, ez nem semmi. És utána képzeld el, hogy kinyitják a kapukat, nagyon szép, olyan makoves stílusú, gyönyörűen polgármesteri hivatal volt. Emlékszem, a polgármester így, amikor bejött, így lehajolt, amit lehetett, főnézett, és pont így ilyen volt a Puskás öcsi, és meglátta. Ekkora lett a szeme. És így lehajolt földig, mint ahogy a kínai szultán előtt szoktak. Ez meg így intett. Na lényeg, vége a dumának, és kiterelnek minket hófehér ruhában lévő tábornokok, tudod, mint a nagy filmeken, igen. Amikor elrabolják a hajót. Kiterelnek minket, hol a túróba megyünk ki? Egy ilyen pálmaligetbe. Onnantól odáig megterített asztal. Hát én meg mit ilyen... hedonista vagyok, tehát akkor is az voltam, mindig szerettem is enni, hát hogyha rájöttem azokra ízekre, hát csere vagyok, ehetsz nyugodtan, Miki, minden. Ettem ebből, ettem abból, ettem mindenféle finomságból, bemegyünk az öltözőbe, megmondták, mikor játszunk, mondják az összeállításomat, itt tudom én, ki a jobb szélső, német, Albert, életembe. Soha nem ittam alkoholt addig, soha nem ittam kávét, soha nem nem ettem, mindig tudtam, hogy 4-5 órával kell mindig. Mondom, pont ilyen meccsen, pont ilyenkor, pont így halálra zabálom magam meg minden. A lényeg, beraktak a csapatba, és a jó Isten, mint hogyha azt mondta volna, nesze, tiéd ez az ajándék. Valami nem olyat, hogy bepöcköltem, hanem ami bombagollókat fogtam. 20 méterre oxival továbbadtam, Flóri lefejelte.
kabufát rúgtam, kipattant, a másik lábba berúgtam, négy kabufát rúgtam és négy gólt, jövök le Puskás Öcsi bácsi, így pislog, nem is tudtam, mit mondjak neki, Öcsi bácsi, tessék. Azt mondja, hányszoros válogatott vagy, mondom, csere vagyok itt is. Szóval ennyi volt a kalandom, és utána egy évig meg nem játszottam a csapatba. Tehát úgy gondoltam, hogy itt az ideje bajni, már elég öreg, 27 éves voltam. Nem, szóval mindegy, de legalább ez megtörténhetett velem. És van mire emlékezni, és azt hiszem, hogy ez lehetett az a pont. Amikor 80-ek leszünk, vagy 100-ak, akkor elmondom kimaradt történeteket. Kedves nézőink, remélem önök is élvezték a mai beszélgetést Németh Miklóssal, a Ferencváros kiváló labdarúgójával. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Isten éltessen! Nagyon szépen remélem, köszönöm, hogy nem csak 5 év múlva találkozunk, hanem igen, rengeteg jó kis fradi rendezvényen. Köszönöm, hogy velünk tartott, még egyszer viszontlátásra. Kedves nézőink, tartsanak ezen a héten is velünk a foci és sport adásába. Az asztali teniszé a főszerep, hiszen 1971-ben Nagyongba világbajnokságot nyert 50 évvel ezelőtt Jónyer István és Klampár Tibor. És még lesz szó egyéb vonatkozásban is a pingpongról. No meg találkozhatnak ismét Németh Miklóssal, mert bejátszuk ebbe az adásba azt, ami az elmúlt héten kimaradt. Tartsanak velünk! Műsorunk támogatói: Ebel Tervezőiroda, Smart Me Building Technologies Kft., Termoépkép Kft.